Igen! Igen! Sziasztok, én Horváth András vagyok, mellettem pedig Tamás, a tisztaenergiák.hu-tól. Nagyon sokszor mondtam a tisztaenergiákat, mert hogy Tamásék az egyik legnagyobb szponzoraim, és egyébként nagyon sokan szerették a napelemes részt, amitől én féltem, hogy nem fogják annyira szeretni, mert hogy ültünk hárman, három pasi egy fotelbe, és beszélgettünk napelemekről, de hát rengeteg kérdés érkezett. Úgyhogy... És mondtam, hogy meg lesz a 100 000 nézettség. Így van, így van, így van. Igazad volt. Én azt mondtam, hogy nem fogják 100 000 megnézni soha. Úgyhogy most csinálunk a napelemekről egy sorozatot, nektek köszönhetően. És kezdjük is el, szerintem már iszonyatos mennyiségű kérdés érkezett. Hát először is... Nem, még nem a kérdésekkel kezdjük. Mi ez a rohadt nagy raktár? Háromszor ekkora, hogy nem is látszik a kamerákba, bele se tudtuk tenni. Szóval engem nagyon meglepett, hogy ennyi napelemet tartotok raktáron. Hát igen, mi nem csak kiskereskedés, mi nagykereskedés is vagyunk, úgyhogy ez az oka annak, hogy mi nagyon sok partner szolgálunk az egész ország területén, akik napelemes rendszereket telepítenek. Hány házra lenne ez elegendő átlagházra? Hát itt, amit látunk, az durván olyan 2500 napelem, az ilyen szűk 1 megawatt körül, az nagyságrendileg olyan 100-200 rendszerre elég, attól függ, hogy mekkora rendszerméret. Szép családi házakat telepíteni. És nagy projektek nincsenek itt bent, azok külön vannak. Vágjunk a közepébe. A leggyakoribb kérdés volt, hogy mi van, hogyha a jég elveri a napelemet, és arra gondoltam, hogy áldozzunk föl pár napelemet, menjünk ki az esőbe, és hoztunk csúzlit, hoztam az autómat, meg a saját súlyomat, és nézzük meg, hogy mit bír a napelem. Rendben. Oké? Na, csapassuk. Jégesőt nem tudtam intézni, csak sima esőt, viszont hoztam csúzlit, jeget, és ti meg adtatok napelem táblát, amit nagyon szépen köszönök. Ti is kíváncsiak vagytok, nem, hogy mit bír. Szerintem hogyha... bírni fogja. Oké, én azért megküldöm majd rendesen. Bár biztos bénázni fogok, mert hát ez a csúzli picit kicsi, de zúzzunk. Kemény vagy, mint a napelem. Zúzzunk! Mehet? Széttörhetem? Ezt olyan kicsi erővel, kicsi jégesővel. Ide csapódott be, semmi. Azért egyébként ekkora jég nem is nagyon esik az égből. Tehát, hogyha már ekkora esik, akkor nagyon nagy baj van, most megküldöm jobban. Az előbb az egy ilyen közepes volt, most megküldöm izomból. Majdnem a GoPro! Majdnem a GoPro! Ilyen semmi. Közelebb jöjjek, vagy mi? Semmi. Én akarom, hogy kiveri a szeret. Hát figyelj, szerintem már erősebben tolom, mint maga a jég. De a jég az most veszített a napelem ellen. Na jó, majd kitaláljuk. Én szét akarom törni. Nincs valami erősebb cuccatok, kavicsa, vagy mivel lőjen meg? Készültünk. Golflabda, az kemény cucc, az nem akarod, hogy eltaláljon, de a napelem se akarja, de toljuk. Mehet? Yes! Yes! Igen! 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 Ott van! Egy napelemnek reszeltek. Tehát a golflabdát, azt nem bírja. Tehát ilyenkor jön a biztosító, majd erről majd beszélünk. Hány kiló vagyok? 68. Jól bírja egyelőre. Valaki akar? Gyere már! Gyere! Hány kiló vagy? 85, 90. 80, akkor ezt bőven 150 kiló fölött vagyunk. Aha. Jump! Jump! Oh yeah! 150 kilóval tudtuk összetörni. Hát ahogy nézem egyébként, ilyenkor még termelne simán, abszolút, nem? Abszolút, kiraknánk a napra.
És működne tovább. Így van. Tehát majdnem mindegy is, hogy összetörik-e vagy nem. Hát. Azért én most kocsival rámehetek még egyre. Persze. Yes, yes. Mindig is ki akartam próbálni egy autóval ráállni napelemre. Kibírta? Kibírja? Kibírne már? Komolyan kibírja? Te durva! Ezt látni akarom! Ez nem tört össze! Ez nagyon durva! Ez az autó, ez 1400 kiló körül van, egy keréken akkor 350 kiló van most rajta. Igen! Igen! We are the champion! Na, de azért adni kellett neki rendesen. Mondjuk, olyan sok értelme nincsenek az autós tesztek, most elgondolkoztam, hogy vajon hányszor fordul elő a világon, hogy a tetőn egy autó megy. Nullaszor. De az a lényeg, hogy ha menne autó a tetőn, akkor kibírná. Ez jó volt. Az időjárás nem volt kegyes, de igazság szerint nem gondoltam volna, hogy ennyit kibírnak a napelemek, hogy még a kocsit is be kell vetni, meg a saját súlyomat. De mit tanultunk meg? Mondtál nekem valamit kint a biztosításról, hogy tulajdonképpen mindegy, hogyha széttörik a napelem. Így van. Tehát azért azt elmondanám, hogy mi 10 éve foglalkozunk napelemes rendszerekkel, és összesen volt emlékeim szerint 3 törés problémánk. Az egyiknél mi azt gondoljuk, hogy egy kémény dőlt rá, megtaláltuk a kémény maradványait, de kicseréltük a napelemet. A másiknál ott... Rádőlt egy kémény, és azt mondták, hogy nem. Igen, csak ez egy lapos téglák, volt, téglák ez egy lapos tető volt. Így van, igen. A másiknál ott egy naperőműben volt a probléma, mégpedig füvet nyíltak ilyen damiros fűnyíróval, és fölvertek rá egy kavicsot iszonyatos sebességgel, ez volt a másik. A harmadik pedig az egy nagyker partnerünknél volt, ott valóban szétverte a jég, de az a gyakorlatilag az tévéhíradóban volt, az akkor egy akkora jégkár volt az egész falu. Hát ott, de akkor a cserepet is szétverít, az igazából még többen is kerül valószínűleg ezt újra építeni. Igen. És a napelem meg megvédi a cserepet, úgyhogy van előnye. Úgyhogy az megmaradt. De kérdezted azt, hogy mi van akkor, igen, ha mégis összetörik, a biztosító fizeti. Nagyságrendileg úgy lehet számolni, hogyha mondjuk egy 1 millió forintos napelemes rendszerről beszélünk, akkor 1 millió forintonként az éves biztosítási díj durván 1000 forinttal nő. Ha, tehát mondjuk egy átlagos családi házra való napelemmel mondjuk 2000 forint, van, 2500 forint per év. Így van. És akkor nem kell aggódni. Így van. Nagyon sok kérdés volt, hogy mi van, hogyha elköltözik az ember. Megvettem drágán a napelemet, állami segítséggel, részletre, stb., de már mondjuk az enyém kifizettem. Mi történik akkor? Két lehetőség van. Az egyik lehetőség az, hogy ad abszurdum leszerelhető a napelem, és átvihető. A másik lehetőség pedig ugye nyilván ez egy értéknövelő tényező az adott ingatlanon, tehát kifizeti pluszba a vevő. Ez a legészszerűbb. Beszéljünk egy kicsit a napelem fajtákról, mert szerintem ott is elég nagy a káosz. Bevallom őszintén, direkt nem készültem fel, csak azt mondom, hogy van egy csomó fajta. Így van. Úgyhogy kicsit mutasd már meg nekem, hogy mi a különbségek egyáltalán napelemek között. És ugye nem napkollektor. Ja, igen. Nem napkollektor. Így van. Napelem. Napkollektor. Három termel, nem meleg víz. Így van. Fontos. Napkollektor, meleg víz. Na, van itt mindjárt ez, amit... Kezdjük ezzel? Igen, ezzel a szép feketével, mert hogy ez nekem nagyon tetszik. Hát ez nagyon sok mindent tud ez a napelem, tehát ez egyrészt ez egy design napelem, tehát gyakorlatilag ez egy full black napelem, tehát például, hogyha mondjuk egy műemlék épületre telepítünk, ott általában a műemlékhivatal csak ezt fogadja el, hogy full black legyen a napelem. Tehát szép. Egyrészt szép, de mondjuk egy antracit tetőn, ami ugye egyre gyakoribb ezeknél a minimalista új házaknál, ez a legszebb napelem, ha így lehet mondani. Én ezt azt mondtam rá, hogy miért ne lehetne a miénk a legszebb és legjobb napelem, csak megfizethető is. Mert ugye
ugye mi látszik ezen? Fekete a napelem cella. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy monokristályos, majd erről beszélünk, hogy van poli, meg monokristályos. Jó, szerintem abban nem menjünk bele. Oké, okay. Itt egy fekete backsheet fólia van mögötte, uh-huh. Tehát fekete a háttér, illetve fekete a kerete. Oké, okay. Szóval ez a napelemek Rolls-Royce kb. Vagy nem? Így van, plusz igen, tehát a kinézetre abszolút, plusz még, ez egy cellasor optimalizált napelem, amiről majd csinálunk egy külön műsort, mert a ne vagyunk be. Az a lényeg, hogy az árnyékot teljesen nagyon jól tolerálja, hogy egy napelemen belül 3 önálló munkapont van. Tehát én azt szoktam erre mondani, hogy a legszebb és legjobb napelem. Tehát az árnyékos dolog az nem, hogyha a régi napelemre rávetült pici árnyék, akkor az egész napelem már nem így termelt. És ezek nem, meg nem csak az egy napelem, hanem az egész sor, mert ezek sorban vannak ugye kötve a napelemek. Okay. Mennyivel kerül többe ez a napelem, mint mondjuk egy átlagos? Hogyha teljesen alapnapelemhez nézzük, aminek ugye kisebb a teljesítménye is, mert ugye ez azért, mert monokristályos erősebb is, körülbelül 20 000 forint per panel. Mennyi ez átlag, alap? Hát az mondjuk ilyen 32 000 forint, tehát ez mondjuk egy ilyen... Per tábla. Per tábla, így van, így van. Jó, mutass nekem egy alap, egy ilyen a legolcsóbbat. Sétáljunk át, akkor össze törjem. Nem törik, már tudod. Jó. Jó, tehát ez mondjuk egy... Teljesen alap napelem, egyébként És ez? Ez annyiban más, az ugyanúgy néz ki kívülről, tehát a laikus ezt nem tudná megkülönböztetni. Ezért kérdezem, hogy tök egyforma, és ez drága, nem? Mert itt a diódák egy picit másképp vannak. Ez ugyanúgy cellasor optimalizált. De ez tehát egy... ez is az árnyékokat bírja. Így van, de ez egy polikristályos napelem, cellasor optimalizált változata. És akkor ez az olcsó, és ez megint csak egy drága. Így van. És akkor ez a 30 ezer forint. Így, 32 ezer, igen. Tehát ebből veszek 10-et, és akkor 15-öt, és akkor tudom. Ha van valakinek egy árnyékmentes teteje, akkor az teljesen elegendő. Ez akkor hozza be a plusz költségét, hogyha bármikor, bármilyen évszakban, bármilyen árnyék kerül a tetőre. Tehát egy fa. Egy fa, egy villanyoszlop, egy kémény. Ugye alapesetben ugye az a cél, hogy árnyékos területre nem rakunk napelemet, tehát itt se rakjuk be egy árnyékba, de nagyon sokszor vannak mozgó árnyékok egy tetőn. És nagyon sokszor olyan a telepítési környezet, hogy nem lehet egyszerűen fölrakni olyan tetőt, ahol soha semmilyen árnyék nincs, és ott ezek mind nem csak hozamban, hanem élettartamban is nagyon-nagyon-nagyon sok pluszot jelent. De meg is éri, gondolom, tehát abszolút, ha árnyékos, akkor megéri abszolút. Ezt használni, mint ebből többet föltenni. Egyébként nem árnyékos környezetben, és ez jóval többet hoz. Tehát hogy mindenképpen megéri. Igen, mert ugye úgy működik, hogy egy normál sorba kötött napelemes rendszernél mindig a leggyengébb napelem teljesítménye lesz az irányadó, az összes csak azt tudja leadni. Itt pedig ugye itt gyakorlatilag 3 munkaponton van a napelememből, és ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy minden napelemből a maximumot mindig ki tudom hozni. Oké, és mit tud még a többi? Mert hogy azért vannak itt még. Ugye, nekem ez is tetszik. Igen. Mi a különbség? Ugye az a különbség, hogy ebben fekete cella van, abban pedig kék cella van. Ugye egy normál polikristályos napelem most teljesítményben olyan 275-280 watt körül van. Ez a napelem most monokristályosban az 310 watt. Uh-huh. Tehát ebből két darab már meghajt egy kisebb hajszárítót mondjuk, az meg így abból van. Meg mondjuk nem. Igen. Tehát ez igen egy viszonyításképpen mondjuk 600 wattot én ahhoz tudom viszonyítani, hogy mondjuk annyival fűtöttem régen otthon, amikor nem igen, volt igen. Fűtés, és az egy ilyen kis olajradiátor, fűtés az azt, hogy 600 watt. Úgyhogy egy egész lakás mondjuk hány wattot használ így átlagosan? Hát ez nagyon nehéz így megmondani. 1000-2000 körül. És ugye mindig két kérdés zavarodik. Az egyik az, hogy mi a névleges teljesítmény, tehát mi az a maximum fogyasztó mennyiség, ami egyszerre fogyasztani képes, illetve hogy azok a fogyasztók, amik be vannak építve, egy év alatt hány kilovattórát fognak fogyasztani. És igazából nekünk azt számít. És akkor mindig azt számít, hogy egy év alatt hány kilovattórát fogyasztunk. Természetesen még rengeteg kérdés érkezett, de egyszer nem férünk bele az időbe. Viszont úgy tudom, hogy kimehetünk majd veletek egy házhoz forgatni, igen. Ahol megnézhetjük, hogy effektíve hogy raktok föl napelemeket, invertereket, és akkor beszélhetünk azokról is, hogy az inverterek árakról rengeteg kérdés érkezett ezzel kapcsolatban is. És hát addig is azt gondolom, hogy akit érdekel a napelem, az jöjjön fel a honlapotokra, rengeteg információ van, pontos típusokról, árakról, meg hívjanak, meg keressenek titeket, hogyha azt szeretnénk napelemeket, jön a nyár, csak mondom. Úgyhogy tele lesznek melóval, meg jön a tavasz, most fog sütni a nap. És hát, hogyha tetszett ez az epizód, akkor iratkozzatok fel a csatornára, kövessetek Instagramon, nézzétek meg a tisztenergiák.hu-t, és nagyon nagy köszönet a támogatásért a tisztenergiát.
Hunak, a kapu.hu-nak, az ebbásoknak és a Reghozzáértőnek, meg persze a Patreon-s támogatóimnak is, és a következő epizódig is, ami szerintem egy konás epizód lesz. Sziasztok! Ciao. Vegyetek napelemet! Én vennék, ha lenne házam, de tényleg! Megpróbálom eltalálni a napelemet. Csak az a baj, hogy kicsúszik a csúszliból. Ezt a bénázást is veszed? Jó, jó. Ha, ha, ha.